délelőtti énekes vendégünk Chris Rudolf volt, aki már 2 évtizede helytáll zenészként. 2 évtizede, 20 éve, igen. És gyakorlatilag ugyanúgy néz ki. Igen, nem változott semmit. Vagy érzel valami változást? Nem, a zene az konzervált, tehát hogy így... Azt gondolod? Nagyon, egy burokba vagyok, és ez nem engedi, hogy... De mondjuk ki akarsz szakadni abból a Chris Rudis korszakból, amiből már szerintem kiszakadtál, de abból mondjuk nehéz volt? Azt gondolom, hogy könnyű volt a hajózás miatt, hogy igen, volt egy 7 év szünetem, és akkor most, hogy visszajöttem, van ez a Kimentünk a divatból, ez egy töretlen siker, most már egy 1,5 éve is nagyon megy ez a dal, és ennek köszönhetően, meg nem is, a DJ-knek köszönhetően, akik nagyon felhájpolták ezt a nótát, rengeteg fellépésem van, tehát nagyon jó megélni újból a sikereket. És hát remélem, hogy ez most többet. Mást ad ez a fajta siker, mint akkor? Tehát ezt azért most már jobban magadénak érzed, mélyebben meg tudod élni? Így van, tehát abszolút a magam ura vagyok, ugye sem kiadom nincsen, sem menedzserem. Teljesen megváltozott ez az ipar. Hogyha az embernek van egy jó YouTube csatornája, és ezt jól kezeli, akkor, akkor bármit el lehet érni, és azért ott azért nagyjából lehet látni, hogy mik a visszajelzések. Azt gondolod, hogy azok a booking irodák, most nevezzük ezeket a menedzser irodákat, annak, akik bookingolnak mondjuk fellépőket, őreik már nem feltétlenül lesz szükség a jövőben? Tehát annyira el nem, egy közösségi oldal, hogyha az jól van kezelve, vagy akár egy ilyen videómegosztó portálon, hogyha ügyesen csinálod, akkor ez tud működni. Nyilván az én esetemben azért szerencsés, hogy ismernek az emberek, tehát sokkal könnyebben volt nekem a visszatérés. Úgyhogy most minden nagyon jó helyen van az életemben. De mondjuk, bocsánat, mondjuk téged hol lehet megtalálni? Tehát ugye én azt gondolom, hogy mondjuk egy vidéki fellépésnél, akár mondjuk valaki kinyitja éppen az aktuális heti magazint, vagy fölmegy a közösségi oldalra, de mondjuk Chris Rudira hol tud rákeresni a közösségi oldalon? Akár a közösségi oldalon vannak 2-3 nagyobb olyan szervezőiroda, akik fellépéseket szerveznek, ott is jelen vagyok. De hát az interneten ma már beírják a nevemet, és 5 perc alatt elérnek. Tehát csak rám írnak egy üzenetet, hogy figyelj, szeretnék. Ezért nem értem a Bálintot is, látod? Mert elvileg, hogy az ő telefonszáma is szerintem nyilvános lehetne, és bármelyik hölgy megtalálna, és akkor megtalálna a szerelmet. Tehát őt meg lehet találni az interneten is, hát most ott keres párt. Én tényleg ott is meg lehet. Na hát akkor nem kell itt. Neked volt olyan időszak az életedben, Rudi, amikor azt mondtad, hogy igazából a zenével te nem is akarsz foglalkozni? Nem volt kérdés nálam, sosem volt. 6 éves korom óta zenélek, édesapám is zenész, úgyhogy ez evidens volt, hogy én ezzel fogok foglalkozni. Aztán ugye volt a komoly zene az életemben, meg játszom azért jazzt is zongorán. Ezáltal lett egy szakmám is, hogy hajón tudok, hogy zenélni, tehát hogyha itthon nem úgy mennek a dolgok. De most tényleg azt érzem, hogy minden a sínem van. Tehát volt egy közös dalom például az AK-26-tal nem olyan rég, amiről voltam is beszéltünk, az közel 4 milliós már a megtekintés azon a videómegosztó portálon. Rengeteg fellépést követ, tehát gyakorlatilag álomszerűen alakul. Most akkor szárnyal, azt mondhatjuk azt? Én abszolút. Tehát ez megint más. Nem vagyok mindenáron a televízióban, tehát nem írnak rólam az újságok, de én teljesen más oldalról közelítem most ezt az egészet. Tehát, de ez tudatos? Nem igen, igen. Picit olyan, én most azt, nekem volt egy időszakom, amikor a Csapból is én folytam, így a 90-es évek végén, meg a 2000-es évek elején, és ez azért az át tud menni egy ilyen nagyon negatív megítélésben. Tehát, hogy nem biztos, hogy jó, és most, hogy ahogy most csinálom a dolgokat, ez ilyen nagyon kiegyensúlyozott. Én most megtaláltam az utamat, úgy érzem. Szenzációs. Hát Rékának is keressük az útját. Szerintem hétvégére megtaláljuk. Rudi, nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál. Köszönjük Fogsz szépen. Még nálunk énekelni.